Új aszfaltborítást kapott a Loránd út egy szakasza. Ezt egy ideje már az autósok is használhatják, most viszont elindult a fejlesztés második üteme. Ennek részeként a Loránd út 5 és az Istenhegyi út közötti szakaszt hozzák rendbe. A munkákat itt is az alapoknál kezdték, vagyis először a pályaszerkezetet kellett újjáépíteni. A Loránd út évek óta problémás útszakasz volt. A Loránd köz és az Istenhegyi út közötti rész nagyon-nagyon sok lakossági kérés volt azzal kapcsolatban, hogy az útfelújítást végezzük el. Tényleg rossz állapotban volt, összetöredezett, folyamatosan kátyúval javított útszakaszról van szó, illetve hullámos is volt. Ráadásul nem csak felületileg volt problémás ez az útszakasz, hanem szerkezetileg is, és ezáltal a teljes pályaszerkezet felújítást is végzünk, és úgy kap új burkolatot maga ez az útszakasz. A felújított Loránd utat heteken belül teljes egészében visszaadják a forgalomnak. A fejlesztést pályázati forrásból finanszírozza a Hegyvidéki Önkormányzat. Elkezdődött a Kútvölgyi út egy szakaszán a járda felújítása, és folyamatosan zajlik a kátyúzás is, amelyre nem csak tavasszal, de ilyenkor ősszel is nagy szükség van. A nappalok enyhék, az éjszakák azonban egyre hidegebbek, a hőingás pedig az utak burkolatát is próbára teszi. A kisebb repedések rövid idő alatt terebélyes kátyúkká növekedhetnek. Ezekről a kerületben élők is rendszeresen tesznek bejelentéseket, valamint az út ellenőrök is folyamatosan vizsgálják az utak állapotát. Így hetente nagyjából 50-100 úthibát javítanak ki a 12. kerületben. Elsőként azokat szüntetik meg, amelyek nagyobbak és balesetveszélyesek. A Városfejlesztési Iroda munkatársa azt mondja, az utak állapotának nem kedvez, hogy a környékről ingázók közül sokan egérútként használják a kisebb hegyvidéki utcákat, hogy elkerüljék a dugókat. Ezzel nem próbálunk tenni. Budapest közúttal folyamatosan történik az egyeztetés, nyilván a lakók is felénk is jelzik, illetve a Budapest közút felé is jelzik ezeket a problémákat. Hát forgalomlassítással lehet. Forgalomtechnikai eszközök csak olyan esetben tudnak megoldást ezekre a problémákra, ha csökkentjük mondjuk a sebességet. Lakópihenővezeteket alakítunk ki, ahol elvileg átmenő forgalom nem lehet. A kátyúzás teljes egészében saját költségvetésből fedezi a kerület.